Az iskola érettség egyik alapfeltétele az, hogy kialakuljon az egyik kéz dominanciája, teljesen mindegy, ez a jobb kéz vagy a bal kéz. Állandó szakértőnk ismét Mosányi Emőke logopédus, a Fővárosi Beszédjavító Intézet igazgatója. Két nagyon fontos kérdést itt most gyorsan tisztázzunk. Nincs olyan, hogy kétkezes gyerek, vagy van? Létezik, hogy mind a két kezét tudja jól használni, de akkor is fontos az, hogy az egyik oldali dominancia kialakuljon. Tehát egy dominanciának, mindenképpen ki kell alakulni. Így van. És mi közel ennek zavart okoz, ha nem. Mi közel ennek a beszédjavításhoz? Beszédjavításhoz? A beszéd egy rendkívül összetelt idegrendszeri működést igényel, és hogyha ez nem alakul ki, akkor a beszéd fejlődése is sérül. Tehát mindenféleképpen nekünk ezt figyelni kell, és ezt segíteni kell, hogy ez kialakuljon 6-7 éves korra, iskolás korra. Mi történik akkor, hogyha nem alakul ki? Tehát nincsen egy domináns kéz. A legnagyobb mit mutat utána majd, amikor tanul mondjuk egy gyerek? Hát mondjuk össze-vissza nem tud megtanulni írni. Tehát azzal indul az első lépés, mert hogy az egyik nap vagy az egyik órán a jobb kezébe, utána a bal kezébe fogja a ceruzán, azzal nem lesz írásképe, tehát nem fog tudni írni rögtön az első része a dolognak. De összetettebb a probléma annál, mert tulajdonképpen attól függően, hogy melyik a domináns agyféltekénk, az a domináns oldalunk kezünk, annak megfelelően tulajdonképpen előtérbe kerül annak az oldaliság. Hogyha ez nincs meg, akkor egy ilyen zavart észlelési folyamat, illetve mozgás összerendezettség van, ami késlelteti a reakcióidőinket mindenféleképpen, és ez az idegrendszer érését gátolja. A Fővárosi Beszédjavító Intézetben természetesen e tekintetben is ellátogattunk, és megnéztük, hogy ezzel a problémával ott hogyan próbálnak segíteni. Ő Ádám, 6 éves kisfiú. 2 éve jár foglalkozásokra a Fővárosi Beszédjavító Intézetbe. Nekem is van egy pici balkezességem. Én két jobb és balkézést tudok. Mondjuk egy szöget beverni, ugyanúgy bevernek jobban a balkézzel. De nekem is a jobb kezem a domináns. Ezt mondja Ádám papája, és azt is, hogy náluk apai ágon örökletes a balkezesség. Édesapámnak volt az balkezes, és még abban az időben, ugye az 50-es években volt gyerek, 50-60-as években, akkor nem volt ez ismert, és ráerőlteti gyakorlatilag a balkezességet. Szerencsére ez már a múlté, erőltetésről szó sincs. Játék közben is, a balkezét használta főleg igazából, de jobbal is, tehát nem lehetett eldönteni konkrétan, most melyik kezel a dominás, és azért is jelentkeztünk erre a tanfolyamra. A különböző tesztek megerősítették a szülők gyanúját. Ádámnál nem alakult ki, hogy jobb vagy bal kezét használja inkább. Szakemberek szerint nem ritka 2 és 4 éves kor között a kever dominancia. Fogd meg a láncot a bal kezeddel, és illeszd össze. Úgyni a jobb kezeddel, nagyon ügyes vagy. Farkas Ildikó fejlesztő pedagógus. Játékos foglalkozással segíti a jobb kéz fejlődését. Készítettem neked egy kancsónyi, színes gyöngyöt. Nyújtsak bele a jobb kezeddel. Mit érzel a jobb kezeddel, Ádám? Mit érzel benne? Mikenek ezek a gyöngyök? Ádám annyira kevelt, hogy általában bal kézzel vág, ollóval vág, de a legprecízebb, finomabb munkákat jobb kézzel csinálja. Jobb kezedbe fogd a kalapot. Melyik kezedre tettük a szalagot? Jobb kezed. Először a jobbal oldalt differenciáltuk, hogy tudjunk mihez viszonyítani. Utána koordinációt láthattunk, koordináltuk a bal és a jobb kezét, szem és a láb és a szem és a kéz koordináció fejlesztése volt, a hüvelykujj és a többi ujjak koordinációja és a két kéz közötti koordináció. Ádám a jobb kezével ügyesebb, ezért ezt erősítik. Ez több éves munka eredménye lehet mindenképpen. Nagyon fontos, hogy mielőtt iskolába kerüljenek a gyerekek, mindenkinek meglegyen a domináns keze, vagy a bal, vagy a jobb, ahonnan elkezdheti az írástanulást, illetve az olvasástanulást. Leültetni semmi esetre sem lehet egyik kezére, vagy a másik kezére. Jobb, ha a gyermek megtalálja a saját kezét. Jobb kezeddel. Jó napot kívánok, Gránic Tibor vagyok. A foglalkozás másik része a logopédia. Gránic Tibor gyógypedagógus évek óta foglalkozik a fiúval. A nyelvi problémák szorosan összefüggésben állnak a mozgás fejlődésével, így nem csoda, ha Ádám egyes szavakat is nehezen ejt ki. Azt gondolom, hogy ez még egy óriási nagy fejlődési lehetőség lesz ő előtte, de mindenféleképpen első osztályra nem fogjuk tudni
tünetmentessé tenni Ádámnak a problémáit. Indíthatom? Figyelj, nehogy megerőzzelek. Mivel Ádám 7 éves korában kezdi majd az iskolát, még van ideje a fejlődésre, de ha szükséges, további támogatást kaphat majd. Itt közben kicsit vitatkoztunk már azon, hogy hogyan lehet ezt eldönteni, és hogyan nem, mert érdekes kérdések érkeztek hozzánk, Laci. Így van, egy néző azt írja, hogy a családban többen kétkezesek, a nagypapa, nagypapa testvére, unokatestvére, most a néző unokája is. Miért baj ez, hiszen intelligensek, okosak, és hiába vitték el úszni, akkor sem történt semmi változás. Hát tulajdonképpen azért baj, mert el kell dönteni első osztályban, hogy melyik kezébe fogja azt a ceruzát, amivel írni fog. Mert olyan felnőttet azért még nem látunk, aki úgy kezd el írni, hogy elindul az jobb kezével, utána a következő szónál átveszi a bal kezébe a ceruzát, vagy a tollat, és ezt el kell valahol döntenünk. De ki dönti el? Mert jött egy olyan kérdés is, hogy fejlesztő pedagógus javasolta, hogy nézzék otthon hétvégén, melyik tevékenységet melyik kezével végzi, de ugye az volt a probléma, hogy szinte azonos számban, és hogyha most egyet rosszul számol a szülő, akkor most ő eldönti, hogy jobb kezes, vagy eldönti, hogy bal kezes, akkor most a szülő dönti el, vagy mit tud ő megszámolni, és ez milyen hatással van esetleg a gyerek későbbi fejlődésére? Semmiféleképpen nem a szülő felelőssége ezt eldönteni. Tehát vannak erre szakemberek. Mindenféleképpen az iskolai érettségi vizsgálatnál ennek előtérbe kell kerülnie, tehát a dominanciát nézni kell. Meg kell nézni, hogy az egész szervezetnek a dominanciája hogy alakult, tehát a szem, a fül, a láb dominancia. Is meg kell nézni, nem csak a kezet, kézdominanciát, és igen, itt, ahogy a kérdező is említette, hogy nagyon fontos az, hogy nézzük meg, hogy a családban hogyan alakul, mi az örökletesség dominancia szempontjából. Semmiféleképpen nem szabad erőltetni, hanem meg kell nézni, hogy melyik a legjobb. Ugye az a cél, hogy ne keresztezett dominancia legyen, hanem egyoldali legyen a dominancia, tehát mind a szem, a fülnél, a lábnál áll, és a kéznél egyoldali. Ez lehet a baloldali, ezzel nincsen probléma. Probléma. Tehát az a lényeg, hogy lehet ügyes a másik keze is, de írni akkor is csak egyel szabad, és akkor arra kell figyelni, hogy minden ugyanazzal az irányjal függjön össze, igaz? Így van. Jó, köszönöm szépen. Azt kérem, hogy majd fáradjon a telefonhoz, hiszen biztos, hogy rengeteg kérdés érkezik e tekintetben, és aztán majd visszatérünk rá. Köszönöm. Köszönöm. És most visszaolt hozzánk Emőke, aki, ha jól tudom, keresi a legszínesebb magyar szót, hogy van ez pontosan? Így van, keressük a 2012 legszínesebb magyar szavát. A Színes Város Mozgalommal együtt, mi szakmai partnerként csatlakozott a Fővárosi Beszédjavító Intézet ehhez a pályázathoz, és bárki június 19-ig pályázhat, mégpedig az Erzsébet téren felállított üzenőfalnál, ez egy színes kockákból álló üzenetfal, ott kell kirakni a mindenki számára a legszínesebb magyar szót, lefényképezni, ő a szót is saját magával együtt is beküldeni a színesváros.hu pályának a pályázati oldalára. Jó, hát nagyon szépen köszönöm, és remélem, hogy a nyár ezzel telik majd, és mi meg összetalálkozunk szerintem.